És ha nem itt tetszik lenni, akkor hol érmutatóval? Nagyberényben van a bemutatótermem, bejelentkezés alapján lehet látogatni, illetve a Facebookon megtalálnak Krisztin Szárt néven. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Bónai Lászlóné vagyok, Balatonszárszón élek, ott a műhelyem és a bemutatótermem. Ásvány és üvegékszer készítéssel vagy és egyéb lakberendezési üvegtárgyak készítésével foglalkozom. Kedvencem az üveg és az ásvány. Üvegből nagyon sok minden tárgy készíthető. Különböző kollekciók vannak, többfajta színösszeállításban, lakberendezés dolgokba készítek, ami a faház belsejébe is van, fotókat tudok ráégetni üvegre, fali órákat, fali képeket, készülnek uránói üvegtálak, sportdiakat tervezek, plakettokat, nagyon sok rétegű az üvegmunka, és készítek palackokból újrahasznosítással kínáló tálakat,
amiknek van olyan része, amit saját magam dekorálok, tehát egy kínálótál, ami akár egy sajtálat borozáshoz, akár mogyoró kínálásra föl lehet használni, de föl lehet rakni esetleg egy étkezőbe vagy vendéglátóegységbe falidísznek is. Ezeket 740-760 fokon olvasztom. Nem szabad kidobni a palackokat. Mindenféle palack egy nagyon szép alapanyag, akár színben, akár formában. Nagyon szépen köszönöm a kérdését. Nem találja őket, akkor a Rolandnak a számát az a Kvét királytól jöttünk Balaton-Almádiból a másodnapi Liba Fesztiválra, Siófokra, és nagyon sok libás étel megtalálható nálunk. Többek között a specialitásunk a libacom, a libamell párolt káposztával, burgonyával. Van nálunk rudaskása, amiben libamellet adunk, és egy nagyon-nagyon finom húsos szánytövet, illetve van nálunk nagyon finom toros káposzta, szintén libamellel, és töltött libanyak, amiben libamáj van. Isteni finom mindent, érdemes kipróbálni. Nagyon szépen köszönöm. Balázs, két kézzel fel. Két kézzel. Ó! Bement az ösvenesbe, igen. Jó napot kívánok, Maza János vagyok. Siófokról, a Ramirez Almatóz Ramirez étteremből. Liba Pulika, kezdvesettünk a vendégeknek, ilyen rizses étel. Zúza és nyakból töltel, várjuk a kedves vendégeket. Nagyon szépen köszönöm. Horváth Kertész Orsolya lennék, a Neked főztem tulajdonosa. Zánkáról érkeztünk, az északi partról. Üzletünk nem csak Zánkán, most már Balatonfüleden is megtalálható. Itt a libadalom alkalmából vagyunk Siófokon, ahova libás ételeket hoztunk főleg, de étlapunkról még pár más jellegű ételt is becsempésztünk, és az új cukrászdánkkal, ami szintén Füreden található, a valami édes, őt pedig a mellettünk lévő standban szintén a finomságaink megkóstolhatók. Cukrászdánk hol található? A cukrászdánk Füreden található, az Aranyhíd sétányon. Mindenféle jellegű finomságokkal készülünk, főleg desszert, tányéros különlegességeink vannak, amik egy kicsit újfajták, de természetesen gondolunk a laktóz, gluténmentes vendégeinkre is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. 7,423 Köszönöm. Balic József vagyok, Gyögyi Park Barbecue-nek az egyik tulajdonosa, a másik társam Kertész Ákos. Itt vagyunk Siófokon, ugye a Libadalom rendezvényen, ez egy ilyen gurmé sétányra kialakítva. Itt van mellettünk egy csipetnádas, pedig zikon.
mi üzletünk az itt van egy 100 méterre a vásárcsarnoknál, Györipart Barbecue üzleti étterem. Amerikai barbecue-val foglalkozunk, fatüzeléses smokerben sütünk, tölgyfát használunk, szinte kizárólag. Most ide pedig ugye, mivel liba napok vannak, érkeztünk a liba rámen leves, ez japán leves, illetve liba szív kusi, aki van, amit egy magyar gyártású yakitori pitboxon sütünk. Ez liba szív van felfűzve nyásra, és egy ilyen japán tarészószal kenegetjük. Ez az egyik, ugye leves az előételünk, illetve van még egy most tegnap és tap előtt volt vaddisznó lapockánk, szétépve tortillával, késsagymártással, most pedig sertés lapockát. Idén nyitottunk június 23-án. A másik üzletük az hol található Siófokon? Tehát maga az értelmünk, ahol egész évben nyitva vagyunk. Szezonban, tehát én, ahogy a jó idő engedi, tavasztól késő őszig, télig, akkor ugye heti 7 napban nyitva, utána pedig csütörtöktől vasárnapig. Itt van a Siófokon, a Vámház utca 2-ben, ez a vásárcsarnok mellett lévő étterem, Déli Part Barbecue. Nagyon szépen köszönöm.